Non voglio una fosse incidata. Asciatito. Villo che giuccio con me. Fosse incidata, e tu sei a fare in solito, e tu lo scaldi. E oi, adesso io stare. E... Fisci un sciogli, voglio un burro, non è che non è. Ma in lui lo lascio con una che morto così. Ma tu sei stato vicino a una che non faccio come noi. Io ho deciso di stare. Non può fare una che non ho così. Cosa c'è una che esce, una che esce per chi sta nella famiglia, no? Più due slimari e tre anni in terra. Così mi ricordo, aldo tu e tal, adesso mi colpisci, aldo tu e tal, mi ricordo. Magadba mondd!
Ez a Vorsessa! Nem tudok két sor kevásni kezd a szankos, mint matkozni. Magad be is annyi! Annyi? Annyi. Aztán még mi a másik? Minden nap így matkozod, az nem is baj. De én apró betűvá van írva, nem látom. Közben értem, és így matkozhatna. Jó, én igen, minden nap. Ebbe az álémona, uram, szabadíts meg a gonosztól. Azt a vén mocskos. Én azt érdem, mi? Mi van, Jánus? Én azt érdem, hogy annyi időt van, azt érdem, hogy ott elmatom. Mit csinálok? Mit csinálok? Hárgatőz. Nő, igen. Nézd meg, honnan tart? Ne, hogy nézd ki. Ne! Ne! Csókolom! Jó! Bravo, gyárt! Nem csókolom engem, mert a férfiám, de nem csókolózik! Látod-e? Mi van? Mi van? Tám a szerencsét, hogy bejött azok! Te hogy nézél ki, te? Úristen! És tanul, ne? A férfiám, de nem csókolózik! Te egy szerencsét van, hogy bejött ide! Te hol most, hogy árnyékál? Én igen, igen már! Gyere, ülj le, látj! Látj, kémezz le, látj, kémezz le, ülj! De meg a ülj! Jó! Hogy vagy, na? Jó! Miféle muszkosokkal tettél fel, te? Jó, ez a... Mi volt? Mi van el? Ez a... Mi volt? Ez meg látod, pá! Ez a tíva, szép tíva! Valaki látott, hogy jöttél, Béta! Az éjjárt pártól azért, az éjjárt pártól azért. Az éjjárt, mert a gyármekkel baj volt, no. Vajon látta-e valaki, hogy... Mit? Mi jött hozzá a kidát? Nézd meg milyen muszkos hokkába már! A melyénk, ha ezzel jött is. No, örökké, ne foglalkozz vele! Foglalkozz, ne foglalkozz! Hallod-e, lelke, méhes vagy? Kezdj, tehát! Igen. Ahogy nem volna itt? Van valami káposzta, meg már elvitték. Káposzta? Is? Mi vagyok én? Kácska? Azt a mocskos. Te az ennivalóról hogy beszélsz, te? Kácska? És aztán van káposzta, és negyem az almát, mi? Jó neked. Jó neked, mert ma, te, a kamara felén ma meg idomítlak én ma tégedet, na. Úristen. Ebben hiányzott nekünk már. Az. Új, te, mi, ez a muszkasapkád. Mit találtok ki, te még milyen divatot találtok ki, te meg vagytok mindjárt bolondulva. Hát én is fázok, de nézd meg mibe... Hogy békit, nem! Én békit intézétek, csináljatok, amit akartok, nem érdekeltek. Ennyi szabad időm lett volna, hogy kicsit olvassok. Na, nem is kezdem, nem is kezdem. Hagyjatok békit, intézed, te unokat. A te édes, te édes, örvendik. Szép. Tudom, miért jött. Miért? Te is kitalálkodnál. Azért, né. Ugye apád egy pénzét küldtek. Azért küldtem. Na, nagy csuda. Magamtól így jöttem. Ha, jó, hogy nem tudom, jöttél hozzám. Magától jött. Ha jó, hogy magától jött. Mindegy, hogy... Istenem, Istenem, jár, Lagi. Jaj, Istenem. Növekszik a... Milyen? Villan. Ilyen bajod van megint. Kicsi pénz így. Jó nap! Nekem is. Ugye megmondtam, látod, pénzét jön? Akkor adjál neki! Adjál neki! Anyászed van neki, adjál neki! Ha hogy ne? Egy ekkora legény jő pénzét az öreg apjához. A tátájához. Hova menjen? Hova menjen? Ott, hogy valamit kéne már dolgozzon. Én amikor ennyi idős voltam, nem kértem tátámtól a pénzt, vagy apámtól, mert dolgoztam. Hát ezt állt üses vagy te? Nem tartom számot. Nem tartom számot, azt érted? De a számot tartod, hogy talán pénzt kérjél. Az! Akkor nagy lóleg is nem tudja, hogy ezt állt üs. Hát erre kéne tanítani, nem ott babusgatni. Nem babusgatni. Nem, látom én, mit csinálsz. Édes drága Isten, miért vártél így? Miért vártél így? Pénz kéne. Mégis mennyit kéne? Legalább egy százos. Százos? Hé, nincs is eltévedve. Kékülnél meg, mint a százos. Az? Hát ez hát ott adhatsz. Üsmári a pénzlával. Üsmári!
És a százast is már, az a volt? Igen. Tá! Neked... Mégis mi? Hát csak meg. Minek kell neked annyi pénz? Én a lényeg... Diszkóba. Diszmóba! És aztán a debetűt arra mondni. Mert tényleg, hogy csak... Diszmóba, és legyek neked diszmópénz, jöttél a 90 asztalatos tartalathoz, hogy adjon diszmópénzt. Igen. Üldás volt. Köszönöm. Nekem az eszem, nézd meg, megköszönöm. Mit köszönöm? Mi eszemed világgal köszönsz? Diszmóba, adjak én, bizony Isten, akkedek még nekem ma, rep, akkedek ma. Én amikor annyi időslág én voltam, nem a diszmópénzt kértem, és jártam diszmóba, hanem leandultam, jártam. Teljes abban kéne leandultam járni, nem itt diszmózni. Minek? Minek? Annak annyi, minek? Mikor én ennyi idős voltam, házasán ter voltam, fiam, apád meg volt. Olyan... korán. Olyan korán, olyan, apjára van azt a felállni. Olyan korán, mert minek mi az ideje, azt kell csinálni. Ott a diszmóban mit kell leand kapsz? Ott nem is látok, hogy vakitnak meg minden vás. Azt mondja, a füst mindenféle. Tüzelnek, mit tudom én. Ott mit látsz? Látni nem látom, de legalább érzem. Érzem azt mondja, hát szagra menj. Édes jó Isten. A bizony Isten, hát ezt hallod. Érzem, szagra menj. Ki tudja, milyen a divatok alnak elé a mai világ? Mit lehet tudni? Ami, ha meg nem mozdulunk valamár rának az érdekibe, az... Az így marad, az törnünk a 10 év múlva, és a százas kéri. Az apjaj kár rendezni. Az apjaj? Igen. Ennek lehet kell szerelni valamit. Tehát hagyd végig minélben rákot nyelvesté. Mondom, az apjaj szerelnek. Az apja szerelemnek? Igen. Az apjának, és én szereltem. Sajnán most, amikor ő hezzaérik, akkor ő elintéz. Ő hezzaérik? Tudod, mikor érik hezza? Oda kinek a keresztfarskál, beérik az ilyen hezza. Nem a baj, arra az állsz? Mind ott, egyszerű, szédűz, vagy mi, milyen bajod van. Na, ott nem is csinálom. Jám, örökké, röpi. Jól, ide figyelj. Mi az? Miután szénybe. Jaj. Itt van Komának az unokája. Igen? Ez leányának a leány. Ügyes leány. Távolról a jó zömök leányka. Zömök. Amúgy még. Ide figyelj, ne nézzek én nélkül. Kereszt a padot is veled, de komolyan. Igen. Jó. A padnak a kereszt a pia, és ebből kifolyod neked is. Jó. Jó ennek, jó az. 9-es pavos. Van nálik egy ügyes leány? Leányi született? Ó, az a szemed világ. Ó, Leányi született. Kérdezt mondja, hogy szoktas. Látja, mennyi eszem. Az unokáik, fiam, az unokáik, egy akkora Leány, mint tár. Unokáik született. Ó, édes jó Isten. Nagy a szép fér. Ott van ma rég nálik, ma látogatom. Ügyesen le kéne menni, ismárjuk egymás családját, s megnézze. Hogy mondjam, nejem, az előttes úgy volt, nem kellett nekünk el. Mentünk le a mezőbe. Most le kéne menjünk a disznóháját, a százlájháját, ügyesen a leával összeismárk egyetek, beszélgessetek, valami még kihet belőle. Mit láttunk? Mit szerelett ahol? Te, hallgass! Értetted? Lemeljük ügyesen, én bédom, mit lak, mit kell, mikor, mit kell mondani. Csak te fogadj szót neki. Na. Csak hallod-e? Mi? Lemenjünk-e? Mindegy. Mindegy ennek mindegy. Hát neked akarom a jó fiam. Ha ide figyelni, rákem, lemenjünk a mamékot, úgy se leaktunk rég, sem árra. Én nem még, menjetek, hokor. Te is jössz. Nekem a farcsukon fel. Neked a farcsukat, én ma bénzítom neked a farcsukat. Mm. De te. Nem magyarázd, azt csinálod, amit én mondom. Ó, de pau. Ne. Egy gyakatot az ebédből. Hagyj csak férni. Ilyen gúnyába hogy menjünk le? Mibe akarod menni le? Na, mit egy ilyen súlyodzol? Nem tudnak rendesen nálni se.
Nem mondjuk. Miért gúnyál? Nem ilyen. Figyelj csak ide, nézd. Menj és hozd ki a legénykori sapkalmot, vagy a viselő sapkalmot. Már a lényeg. Amit mondok, csinál. Ide figyelj. Költöztetlek egy ügyes legénynek. Egy ügyes falusi legénynek. Egyszer ezt a muszkosokat leomlani. Mi az is? Mindegy jár az jó. Azt is látni ne vattas. Jó. Jó, elég jó. Azt a hebernyókat ne vagy mit. Figyelj, hogy fázzon meg. Fázzon meg. Pusztal, ne várj már. Ott idáni. Máni. De hallgatod, az a sok. Viseldős, de. Jó. Lassak, hogy te egy falusi legény. Na így, Jani. Na nézd, tovább nézd. Állj meg. Figyelj, egy békét csináljam. Na. Így. Na látod én? Na a feje forma. Jobb, mint a másik. Jobb, mint a másik. Jó. Ügyesen. Na, figyelj azt és felügyesen ezt a mellé. Büdös, vegyed fejet, ne magyarázz! Büdös, ára van azért? Büdös! Tanuld meg, sok minden büdös, de jó! Így! Haj, mi? Nézd, kérd, tanítsd, mikor én ütöztetlek, én... Tomasz János Gunyat, hogy kérd feladni! Így! De látod én, egészen meg van látozva, izáljál! Így. Na úgy, így. Ne. Hogy bék nem lát. Nem lát. Ne, szememet sír. Ho, hát csak éppen. Ne. Mi van? Hát nem látod én. Na látom. Bicskalmat ott csak ide. Meg vagy-e bolondulva, ne kókó? Hát mit csináljunk vele, nem lecsapom onnat, ne. Ne csapcsa már rá, ott hagyd úgy. Hát így hogy hagyjam meg, vagy bolondulva, Máriát, ne. A blúzot hova akar megcsunkítani? Tegyem. Mit csinál ki a bét? Bét? Ó, ne! Púpos! Aj, még, na kérd! Jó, ne kókó, János! Na, valamire agyüsszal vagyok! Így! Látod, de már forma! Na jó, van! Ide figyelj! De az csak meg Leán hoz meg! Mi? Kell egy szalvirág a kezébe! Aj, meg szalvirág! Mi van? Mi? Te mit csinálsz? Ez azt mondja, én várj! Jó, de meg kell mocskosultnak. Haaaaaa, mosdassa mind a bubát! A bubákat mosdassa! Bubák, meg tudom ma mosakodni. Ez azt mondja, hogy én várj. Ide figyelj, Rea, már egy a felé. Milyen bajod van? Mondom, hogy szalvirágot a kezébe, Leánhoz menj, Leánhoz. Honnan? Nem érdekelsz erre egy szalvirágot? Ide figyelj. Vémén, keresztet padékos, menjünk le. Örökkét a kezem felől lesz. Egy, bol. Most elmondom, hogy lesz a bemutatkozás. Én bemutatlak, keresztapagadról kezed fogsz. Dicsértessék a Jézus Krisztus kereszta. Kezed fogsz. Jövősz a keresztől. Őt megcsokodott két felől. Megint dicsértessék, kereszt már meg. Kettő. Akkor jó, Lea. Oda mész, mondod, hogy dicsért. Nem jó. Mit köszönnek a mai fiataloknak? Hello! Mi a haló? Hogy haló? A telefonos a haló? Haló? Ezt köszönöd, amit akarsz. Ügyesen a virágot odaadod, így fogod a virágot, ügyesen. Odaadod, meg ötes megcsoklod, de nem fájba vagy szájba, hanem két felé. Máne. Te mit csinálsz te? Mit? Becsomagoltam a virágot. Milyen csomagolás? Egy fagyom meg. Még egy csomagolni, na. Hagyjad neki, nem neki volt. Na. De, hát készülj te is valamit hozzá, valami fonni valót, vagy kötni valót, nem érdekel ott. Legyen potyar, náj. Na, ugye, náj, dolgozzak. Ott hallgatkozó, csak legalább. Hallom. Hát mit csinál, mit? Ó, nem a sárnyő, a virágot így fogja. Úgy, na, kicsit tőlem. Így, ne, mondjuk a kadarában a tőlem. Ő, milyen maradt. Istenem, meggyűlik még a bajom. Hol vagy, na? Hol
Hol vagyok? Itt vagyok. Ott, ott meghívott a kabalatot is. Ott fél nap. Kelles nekünk valahova elmenni, annyi nyűgség van. Csak balastod egyet, Reas. Van a házás. Vajon hon vannak, kertje hon? Mit láttunk? Ide figyelj. Keresztapa, keresztanya, Lea. Kinek kellett virágot adni? Leannak! Ennyit nem tud megjegyezni! Jó, de sőisten! Hát Tomának a virágot odaadja a méreg megös a szintjét. Nem adja oda neki. Hol vagy, megint tett a Jóskod? Mit? Az imakönyvát miért hoz? Azért már viszem már. Ne ránod, járj! Meg a guzsolyamot vegyem már. Úgy, valamit hozzá. Mindenhol rendesen. Aztán jó szorosan utalanunk, mert állvászoló, mindjárt se tizedik bé. Úgy, gyere. Menj, 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 menj. Mi rágod, hogy Frode? Nem látja, mit van a hatom. Zajtod, csukbé, jó. Ejtjük, mert békén zárjam, na. Ejtjük, mamad utam, mamad. Kócsot, ott belőlük, zár, bé. Belőlük egy jön. Gyere, menj, 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 mamad utam. Játék, játék! Állj! Jó! No. Ne is tökös, mint egy bakkácska! Hogy örvánik, Leánhoz menj! Hogy örvánik! Menj, menj, ne vagy engem! Menj, én fogjalak, már nem tudok menni! Jó, jó! Kedden! Na, jár rá utalannunk, amíg álmarodsz! Virágod! Oli gyerekké, néhé! Azt írt! Bán senki! Én künne se gyadűs, benne se gyadű! Künne egy istáló morhoz, benne egy nagy üles ház! Ovarim ma engemet idábé! Aj, hogy megrakva az a rádiócska, örökké, lágyütős, minden a nyivák, mert elkor kelles ide a lágyütő, hogy le van hűlve az üdő! Pálinka vigyíték, vagy mikére, roncsa a kalasztes, hogy fogyjak ki abból a rádiócska, abból is. A füttő jég hidák, a vidér tiszta üres, azt értem. Azt értem. Ó, most én tegyek tüzet. Valami összeszakad. Össze. Ez azután menjen itt, amióta itt van ez a drága unoka. Az osztvázatgáti be a szomszédba, be rózsékos, biztos, ha itt vannak, be a kamarába, s ki onnat. Ott sutyurálnak, ott is engem rónak. Engem. Faragjak most én tűzgyújtót. Nem elég, hogy oda kell, annyit dolgozok. Kezdem én most idábé tenni a tüzet, ha nem akarok megfagyni. Ez se van semmit az elszámot, ha meg nem kuralodod, ne szátét. Nincs megfámas, hogy ténylódhatsz. Na, szedd egy kicsit rándor magadat, mert megint adnád a lejtát. Hol voltatok? Én már van 2-3 órája vagytok, mert már még meddig ültek oda? Én már mindjárt haza se jöttek élesen. Hova vezeted az ima nem vak Erzsi, 1900-tán dős Leán? A nem bubosz nem kell vezetni. Addig ordibaltan rossz Leán kegyed, hogy nem már bejönni. Nem, éppen látom, hogy megvan lejátva, hogy megvan képádva, ne? Köszönni se tudod. Úristen. Csókolom, tata. Mit mond? Köszönt. Mit köszönt? Azt, hogy csókolom, Ájszél. Csókold meg anyádat. Hát milyen köszönés csókolod? Erre kitanyított tégedet? Ennyi eszetek nem volt, annyira nem tudtátok a Leánkat megtanítani, társás az anyjasá, hogy hogy kell falunk tisztességesen köszönni, tá? Hogy dicsértessék a Jézus Krisztus! Én ha valakinek csókolódott köszöntem volna ezelőtt, apám kezemet lábamot eltörtem volna, tá? Én úgy féltem a szülőktől, még most is, mikor éjjel álmomba meglátom apámot, felszökös, futok be a kamarába, tá? Csókolod! Tata, nem mondták, hogy a mai világban gáz már így köszönni, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus? Mit mond, hé, hogy a gáz működ, mássanyag fel, vagy mit mond, átkozódik, hé, nem hallom jól, mit mondták? Valami gáz, de én se értem. Gáz? S a másik mi nem tata, hanem tátá, mi nem beszél, Toto. Kit annyitottál rá, Toto. Édes jó Isten,
De hogy tetszel van nekünk onokos, van itt minden. Tata. Öki, ne zsörtjön az uszlőjankat. Kéne örvánsuk idejük, most, hogy nem mennek oda az unokat. Áhé. Így van, nem is indulnék meg magukkal, felhoztam a városból. Ne látod-e, pártolja, csáljön ki belőle erőtté, pártolott, látod-e, kapja a lábot. Látod-e, összegdesik. Addig kényeztetted, addig melyik is hozd be vizetni a vizet üdás. Te is szokta a vonabi. Én? Igen. Én az állatokat oda, ki állunknak végzelem, s én oda, ki tevékenykedek, s még hozzak be vizet, és tűz sincs. Hozzak be vizet, melyik, hozd be vizet. Én igen, örökké, menj el. Igen. Menj, ne zsölké, mama, a kontyod lelakosodiká. Úristen, vannak itt nekem, van fehér nép egyszer. Onokos mindenféle. Lassai, nálunk ezért jó a városba. Nem kell kimenni az udvarra vízért. Van bent csap, és azon a víz készen lejön. És szóval a csáért, közelebb kell menjek. Miért lenne állatok a városon? Mi? Nem értettem semmit. Azért jó nálunk a városba, mert nem kell kimenni az udvarra vízért. Van bent egy csap, és azon a víz készen lejön. Aha, most értem. Ott nálatok a városon a víz jöhetne le a csapon, ha mi disznyót itthon nem ölnénk. Ott ők a víz mellett szonnyan meghalnátok. Már még ezelőtt ez olyan történt, hogy a víz mellett szonnyan meghalt, már nem voltam mire igyék. Nagy okos. Ott csordogálhat a víz a csapon, ha üles a gyomors, nem kell, meghalt szonnyan. Kezdjük ott, hogy én nem is szeretem a disznóhúst. Nem szeret? Nem. Éppen látom, hogy le vagy romolva. Le, hatalmas, hogy le vagy romolva. Menj el, nekem mondod, nem szereted a disznóhúst, te. Szemembe, meghazudtóz. Reggel egy elcsetért szalonnát eszel meg, ne, és egy negyed házi kenyer, egy leültödbe menjen. És egy férfáj, veres hagymó. Te nem szereted a disznyóhúst? Nem. Azt értem, egyszer. No. No. Vajon, mit nyeszereg, vajon? Erzsia! Tási. S hát a vigyen üres! Tudom, hát akkor miért hoztad bírásra, miért nem hoztad a vizát? Azért már kihartam, zsalástam, és úgy megüttem a forcsukam, és azért a kutyák is rám jöttek, már keresnek mink ide ennyi kutya, három kutya, nem lehet egyet sem megkötni. Így menj el! Megsúrolom én ma válni a konkurs felében. Ovo, súroltas, menj el, ne támpózi, ma mindjárt aztán azt kezded el, hogy az udvarunkon a farkasok megtámadtak. Nem jártaltál sohut, te innen megtértél a lépcsőkről, ne? Azért testem ugyan, ugye? Azért testél el. Jó. Édes jó Istenem, ne helyen mit kezdtál, hogy az udvarunkon a kutyak megtanultam. Ott mit olvasol? Neked ez a szaknál, ott fast olvasol. Ahelyett, hogy kimenni és hoznál be mámát, helyett vizát. Ne üress a vidér, vizát, ne nézz! Én menjek ki vízért! Én nem megyek sehova, én félek, s különben is nem cipekedik. Menjél ki maga. Fész, ugye? Igen. De enni nem fész. Nem. Nem, ahol nincs baj, nem kell hinni az asztal mellé, amelyen valami elé van téve, olyan mohon kapott, hogyha látna itt már mindent ennél meg. Addig ettél úgy ávagy hízva, mint máma. Kiveszen áll feleségül az elját, kiveszi áll feleségül, ne olyan vagy, mint mámád. Mámát is elvették annak idején, s úgy hiszem, hogy maga vettál. Na, erre le kell üljek. Azt én 65 esztendeje, hogy bánom. 65. Akkor kártam én azonnal egy gál ballába, amikor elvettem. Én is. Szakasztottam én egy szálvirágot olyanot, hogy addig szagoltam, mint már meg van büdösödve, csak nem tudom még meddig kell szagoljam. Azt, nézd hát. Úristen. Nagyon végig. Mi van-e? Semmi. És aztán mi a másik? Álló nyáron hol voltál? Errefelé nem jöttél, hogy segítkeztél volna egy kicsit takarni, és ott a mezőn ne tenni, venni, mi a féle? Nyárba dolog van. Most itt élődsz két hátán nyakunkon. Hol voltál azokban nagy melegekben? Influenzában voltam. Hó, hallod-e?
Influenza a bolyúja a te, az hol van majd virág részen? Minden übár engedik, hé! Hát én nem tudom, én se jártam ott. Ha nem, nem, te az a succa, való nem jártam. Jótól érdeklődök én, és adjon Isten jót. Az apjáik ide jönnek, meg kell mondani, ne engedjék el minden übár jánkat, valahol megmocskolják, most a milyen kutya világ van. Ha. Ha. Én... Tata, az influenza nem egy helység, az egy betegség. Azt jelenti, hogy meg voltam hűlve. Hűlve? Igen. Valahol Oroszországban volt, ott van nagy hideg. Szibériában, ki tudja, hol nem jár, hé. Mindenübe maradtam ne enged. Ha, csinyed rudalig elmenni. Jaj, fejezzék be a hülyeséget, fejezzék be. Egy évben egyszer jövök ide magukhoz. Egyik süket, a másik mindent félreért, valamit elmondok, félreértik, félrehallják, ide jönnek apámék, mondják nekük, s kapom maguk miatt a szidást. Én nem bírom maguknál ezt a stressz helyzetet, én megyek most, és fekszem le. Ne, nézd meg, hogy cserkedett, cikhé, abba állva megvár, hé, addig pupukat adok, abba állva megvár, hova akar mennie? Azt mondja, hogy hosszú volt az út, amíg hazajött influenzából. Kéne lefeküdjék. Mikor? Most? Most! Meg vagy bolondulva, az elég még a tyúkok nem voltak elülve. Ilyenkor hova fektetett le? Hát ha el van fáradva. El van, még a vécére sem mennek gyalog oda, nem gyalogjárt influenzába, tá. Ide jön nálunk egy olyan, mint estényleg, mint János Komamék, vagy egy szomszéd, vagy valaki, amit mondta, hogy mi melyen nevelünk, melyen unokat. Hol az elszédek? De álmom, faradon, és le kell fekni. Lefagytam, mind a kettőt, akár túl lefagytam. Istenem, hát jó, nyilván világi. Halljatok meg, János Komám. Látom. Komám, inkább állnőm, ne zavarjunk. Gyártek, bé, Komám. Mária, és itt van. Látom. Isten, áldjon meg, no. Hozott, az ilyenkor ugyan bizony, ének idejénhat. Nem olyan későn, mondom, egyet jöjjünk le. Elég későn van. Látom, meg vagytok szaporodva, hé. Még. Itt az unokaható. Itt, mi eleget meg vagyunk szaporodva. Hadd állnod, jó segítség. Ilyenkor a mámája legalább segíts, tanul mellette. Ó, az áldott jó segítség. Jó, hadd állnod. Írjön a fiatal. Menj el, kuma, menj el, nem kéne. Rólyan már azt mondja, hogy rossz kutya már tavasztalat ugossad át. Semmit, nem akarnak semmit a mostaniak csinálni. Ah, ott áll. Semmit. Ó, vagy már, na hát. Itt vagyok, hogy áll nekem. Szervusz, komám. Szervusz. Hogy vagy? Ne. Csomorom. Erzsika. Mi az? Komám utána valaki ott van, de most veszem észre. Kiféle, miféle idétlen áll? Üljön le. János komámnak az unokája. Te honnan tudod, hogy az az unokája? Úgyhogy egy kicsit hasonlít a tátájához. Hát ha ilyen unokám lenne, s hasonlítana rám, elpusztítanám magam ott, te. Olvasnád meg, hol? Komám, gyere már, valakit be akarok mutatni. Hát éppen azt érdeklődöm, érzítő, hogy vajon ki az, mi az, nem? Nani. Emri fiamnak a fia az unokám. No. Komám, ez a te unoka? Ah, igen, bizony. Édes fejem való jó isten. No. Guttam abba. Erre mutassanak be, mert nem tudom, hogy... No. Jesen, no. Nem a világot! Nézd meg, így elnézés! Akar köszönteni a Józsi, mikor volt Józsi? Rég. No. Come on. Nem csókolom, dicsértessék a Jézus Krisztus kezem fogsz te! Nézd meg, meg akar csókolni, ha megtalál csókolni a nyálból, reggelre se takarodok ki, tehát reggelre. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézd meg, látöpöt, hely! Látöpöt, kezem, no! Édesem! Mit csinál az ujjamat ebben? Szerintem vagy az még? Marali, hol vagy? Miért nem figyelsz a gyármékre? Ott voltam! Komám, azt mondja, az unokam, be akarom mutatni! Édesem, jó is! Ne az igazat, ha megvan valóan, én nem figyelsz ide! Hova? No. Okolom! Szárvusz, apuska, szárvusz! Megint álmod! No! Mondom, hogy lehettünk egyet a... Jól tettétek! No! Olaj, én kívánom, hogy baj van! Arja, idom, mit csinálom, Leon felé! Hát ott vagy, no, itt van, Leon! Nehogy oda engedd a Leon! Na, menj ide, Leon! Na, Arja, figyelj, oda, jó, idom, mit csinálom, mindent én csináljok! Okay. Komám, gyere, te ülj le idáni! Intén, ülj le idáni! Úristen, lekélek, ülj le! Ne engedd már! Na, na, mondom egyet! Mit csinál? Hova futsz, meg vagy-e bolondulva, hova dergátsz? Mit csinál? Molesztál! Mit csinál? Mi van a melászva, vagy mit mond? Száján akart csókolni! Megmondtam, hogy hol kell csókolni, tehát! Miért nem figyelsz oda?
ülj le, komár! Ülj le! Ülj le! Nyomod oda Leánkra! Nehogy oda engedd a Leánk, komár, de nehogy oda engedd, már nagy bolgon a lányi kéne. Isten, láttam, komár, mit csinál. Ülj le! Úgy felidegesítettek van, minden a bőgnikát. De én komár, masszom elé kell, üljek! Én moda ültetlek tél! Komár, ülj le ezeknek, hogy békik. Hogy jól békik itt? Ülj le! Annyira rá vagy képes, te! Annyira! Gyere! Hova mensz? Hadd át, mindoraljak a fiatalok, hagyd békét! Gyere, üljél oda, ne! Gyere! Ez meg nem mit csinálok, ez meg milyen galama vagy! Oh, ez meg egy galama! Nehogy nyisd tényleg, ne nyiss a borda ujjal! Hadd át! Áll, hogy hatod! Áll, hogy hatod! Olyan értetetlennék, hallod egy, nem... Ne is! Másképpen, hogy vagytok, mint vagytok-e? Hogy vagyunk, komolyan, mint vagyunk. Épp ahogy vagyunk. Tudod, le az ember leregedik. Egész nyarban ez a ripa ölt meg, hallod? Máskor ez a ripa az a hűléses? Hű, hallod, az, hogy mondja a ripa. A szervezet meg van gyengülve, nincs mit csodálkozni, amennyi idősek vagyunk. Nyaron is. Hallod, ez szél meglápáncs. Azért ma így kell átállni, ami kicsi hátra. A talát nem tudom, hogy részeik a hatunk. A talát. Az állatjaitok megvannak-e? Az állatjaim, hallod-e? Néhány a kacské. Komolyan a kacskéjeid még megvannak? Hát tudod, jól, hogy kacskéjeim vannak, de a múltkor is izélt, tehát hogy így... Megmondtam, a kacskét takaríts ki az életről, a szomszédoktól megszabadít. Meg a... Béval a rákászás az nem jak, mert azt mondod, hogy ki ma az is, ide ma az is, oda ma az. Nem azért kettem, hogy a kacskéjeim így vannak-e, vagy úgy vannak. Kacskére is pont olyan sajtot kapuk, mint a jóra. De miért nem szerezd juhot? A jú-jú! A kacska-kacska. Olyan juhon van, hogy kettőt viadzik minden évben. Kettő. Jó, komolyan, tudom, na dál. Nincs szerencse, nincs szerencse. Nincs szerencse, csapjuk egy hár és én tartom a jó-jókot, csegyem a kacskés tájás sajtot. Vagy hogy mondod? Én tartom a kacskét, eszem a jó sajtot, na. Hagyjunk, mert ebből csak kaloma hajkol eszem. Mit csinál? Figyelj oda, ne vicsinál, mindenhez magad vissza. Hallod-e, komán? Ha már nálunk jöttetek, elmegyek be a kamarába, és hozok egy-egy pohár pálinkát. Jól teszed, egy cseppet megfázoltam. Jól elkezdett hűlni az idő. Azt jól teszed. Hallod-e, össze? Hát elba küldöm, nem tudja a kamarába, mi hol van. Kütyű lesz-e mindent, én megyek be pálinkát. Ha én nép dobok, ne legyen az így. Az. Hallod-e? Mi jó? Az unokádra oda pillantik, elől olyan két fogát látom, 25 esztendős van. Na megmondtam-e? Megmondtam-e, hogy a szájába bén ez egy bökítja hány éves? Komolyan olyan átlaltad, a honokforkán tőti. A honokforkán. Milyen két fogát alá léhé? De jó, harapásra jut az ilyennek. Hallod-e? A szája mit mondta átva? Szellőztet. Tehát tudod, ma minden a mai világban divatna. Szálja, szálja, nézd másképre, szálja. Én látom, lesz hát itt a kártyás. Menjek akkor pálinkába. Jó, azt várom, na, megemlítettem, ma meg is kívántam. Nehogy elmenj valamára. Hogy mennék, komolyan, hova menjek? Ára taszított az asztalon, nem tudom, hogy félre. Bütyüljön az asztalon, keresztül ki ne fordítsuk. Fokra van. Fokra. Örekké. Örökké, ne kötődj! Nálunk egy fasz változtatódik! Na, nézze! Na. Baj van a legénykével. Ja, van mondom neki már. Stoppó! Igen, kell! Romlik minden, hallod, romlik minden. No. Hát, ma nem ez csoda. Mit olvasod? Nem látsz? Sajtót. Sajtról beszél. Mit így benne? Mint mindig. Aktuális napi témák. Nem magyarul van, mi aktuális. Minden nap más? Nem, minden héten. Mi a témája? Aktuális napi témák. Lépes hát a szabot azt már. Olvasd el, ha gondolod, tessék! Lassan van-e írva? Nem, gyorsan.
Úgy tudok, hogy nem tudok olvasni. Rossz neked. Jársz egy iskolába? Nem, már végeztem, és az egyetemben is jelölt megkérdezni. Mi lesz egy? Reményeim szerint felnőtt. Jó iskola. Jó. Nem kíván dolgozó. Majd a naptár fogok dolgozni, és a holt fizetni. Több ilyen hülye kérdés? Verposta fáj. Szeretnéd-e? Nem egyáltalán. Jó, hogy jó. Mi van-e? Jössz, Edo! Jövök csak. Mondom, a kamara a válvaszti. Alig kapom meg a plafont. Kezdták diskurálni a fiatal. Ki? Nagy nyáli. Addálna. Pohar testén, hát szerejek a fedélyezből, ahogy még vegyek le pohart. Hallod, de csak fél üveget van. Fél. Ezt számom minden kütyülve, ide-oda alig kapom meg azt a plafont. Addálna, nem olyan anyag, hallod el. Cseppet, mint a színávon. Ahogy a tiszta. Éj. Ki van főzve? Főtte? Nem vigyített? Komolyan nem tudom a szemeim csalé, de kicsit olyan sargás, mint a sargás. Minden nap. Biztos régebb jajszél. Tehát ne törődj, mert az olyan anyag hall, ugye, hogy... Egy-egy poharból akkor arásztok. Nem bánom. Mi? Nem bánom. Mocskos plafonyok. Legalább nem törik el, ha látja az ember. A kéz nem biztos ma. Azért, ne tűzd. Azért. No. Állj meg, no. Megvallok. Állj meg. Megvallok, meg. Ne tűzd ezek meg. Hogy töltenék? No. Azt akarom mondani, hogy Isten éltessen, és adjon az Isten erőt a bétakarításhoz, hogy tármű és bétakarításhoz, ami még hátra van, hogy a barimban nem nagy... Hogy nagyon is, kicsit a nyar megviseltem. Meleg, de nem viseltem. Mi lesz, hol lesz? Állj meg, Noa! Billázs meg, ha jól tudod, hogy én nem tudom inni, meg komám egyedül. Jól tudom. Erökkén billántjám sem. No. Mindig egyszer megbillántás, és utána megiszom. Mehet. Ó. Oh. Mi van? Ilyen erős! Meg sem erős. Ilyen erős! No, jó Isten! Vizet hamolkodom. Akkor már az ecet? Na jó! Hozzá! Hogy hozzá? Miért nem mondod, hogy ne igyon meg te? Hát gondoltam, hogy ki van töltve, mit csináljak? Ez meg hasonló. Jó, hogy égek, valami vizet meg valami. Hallod-e, olyan drága, visszatölteni is át tudod, na, ma mit csinálja? Barátom, hát legalább miért nem mondod, ne igyam én meg. Erzsi, hát! Gyere hozzá, hozd ki a pálinkát, ez meg komámnak ecetet töltöttünk. Létezd meg egy hájré. Jaj, rossz komám, s megivál. A meg? Rossz komám, s én, hát előre én ittam meg. Neked úgy jól volt. Jól volt. Lehettünk ecetet inni. Jól van. Jól van, fogyjál, de jól van ott. Ó, most mit lát akkor csinálni? Ő is beléd a mocskos vidérbe. Nem a mocskos vidér, már tiszta vidér. Az. Mi kéne a locsontani, ne? Mári locsonts, ki ne ezt a... Mit locsontsak? Igyad egyet? Igen, egyetet így a májszé. Nézd meg, ezt kell még megtudja a Pisti komámék. Na, ne arra meg, de azért. Én nekem hallod ebbe az asztándőbe, faszújkalámbe, ecet nem kell. Itt már az asztándra ecetet. Hova hozod azt a szinte épp plafon? Hova hozod? Annak is színem. A lesz, ahol ma egy. Ne ülj le, locsont ki azt ne oda! Vagy tölts vissza, vagy locsont! Visszatölt, hát ilyen. Nem tudja visszatölteni, már lehet tölti, úgyis ott még... Vagy még mindegy, hova tölti, oda tölti ma. Ahogy még komolyan már, azt nem bízom rá, ne haragudja. Az jó kell legyen. Hát, kider. Az adébe sem jó. Mit akarsz? Meg vérgál. Az pálinka. A pálinka! Az meg lehet inni komán? Meg lehet inni komán, de hát ki lehetne pohárba is tölteni ilyen? Amit megittem, azt nem kell kitölteni. Ebből tölthet bevön? Ecetet! Ki hozta be a pohár? Ki a mit ettel? Ki?
Hasonfál itt, meg itt oda, évekből. Meg kellett kóstoljon, nem megint lehet a tőgyet. Éj, csak az ki lehetett volna tőtáni puha arba. Úristen, na itt a pálinka. Egy-egy poharba lerászni. Á, jó. Máskor kell odafigyelni, hogy egyszer talán Navi vesz a pálinka. Érzsi mián. Igen. Drága fehér nép a háznál, rossz. Takom. Hallod ezt, még ígyuk meg. Gyorsan. Isten értesen, billáncs, hát meg. Mehet. Na így igen, egyből egy ilyen jó szaj, nem edzett. Mit szólsz helyez? Mondjuk hely. Kicsit szintattalnak még jobban is esetem. Én erősölem egy kicsit. Semmi újságotok nincs, semmi. Mit megyél? Hallod-e? Oda pillantik az unokátokra. Ott van amit? Amelyik legénynek van a fején egy bárambőrsapkas, egy posztó mellé rejtő, az a legény valahogy neszke egy legénynek. Nézd oda. Unokám! Aminap bejártam a városba, komám, egy legénynek bárambőrsapkát a fején nem látsz. Mindezek a mocskos cseszponyosok, vagy minek hiak, ilyen izék vannak ide. Úgy. De a fél fejetetejre ide rejtsak. Sem érkedni. Csak hallod el más kiadás? Hé! Hey. A gyermek már nálunk van. Három hónapja. Mennyi? Három a harmadik hónapja, hallod, új szerető gazdálkodás a falus életét. De úgy ragaszkodik a balra, a bősapka egy csalajbét. Éjjelre se akarja lelátni. Éjjelre! Hát új bétanul mellettem, hallod, ebből lesz egy jó, finom, gazdalkodó, jövügyes gyármi. Orlopos erős talap. Látod, de? Hogy dícs? Mozgva is tud olvasni. Mozgó, újság, és olvas. Ne. Tudásva is mondta, jó tudásai vannak. Megdesz hát itt. Hát dál már szaláti a falus életet, komolyan az. Ezzel adok van a küszöröm. Mostaniakban ritka, hogy az istálló cálássá, az istálló szagot állsz. Butálni, hogy annyit simogosak nem. Hallod, de bárambőr sapka nélkül, tehát kimennél, kezdjük azon az útra. Nyá, ez a hajónfágy, vagy a ilyen csesztón. Köszönni se tudnék onnan nélkül, tehát köszönni. Megmondtam neki, és megértette, látod, de? Hallod, de? Alatta miféle az a izé, az a csúf, heberók, a szemben világalt rendesen sír. Megmondtam, hogy le kell vettet. Láó. Ott a máma jodra mindjárt, hogy ne megfázol, tudom én a fejére. Á, csúficsó, mellénytese. De milyen virítós mocsokat. Na, te gumam, te azt nézd, ami fejjel. Nézd hát én. Van amit nézni. Jaj, Isten. Hogy híjak? És híjak? Ákosko. Ákosko? Ápuska, most tudod, ilyen neveket izélnek, no. Nem is hallottam ilyen nev. Ágoska! Hát aztán, hogy a mintet elik tátadéknál, no? Mit tudom? Hajöttem. Mi? Valami le a mezőbe jött. Hallod-e? Mi? Mit mond, egy szavalat se értem, olyan nehezát izé. Aristen! Mi? Hallod-e? A gyermekben van egy kicsi ilyen, hogy mondjam neked, lassúság estére. Hogy mondjam, ő nem farod el, hanem a beszédibe farod bele, értetted? És azért van az a billenés a beszédiben, azért nem értesz jól mindent. No. Nem értem. Nem, oda kell figyelni esténleg, mi mit beszél. Miért oda kell figyelni? Hogy estén? Van ennek egy ilyen szokásod, most tudod, hogy van, no. Szerencsére nem hallottam meg. Hallod, de nem akarlak megsérteni, de amikor jöttetek be, és én észrevettem, mikor köszönött a Jézus Krisztus közepénél új ajkatot, hogy. Ajkatot. Gyermek érzékeny lát. Az is lehet, hogy Krisztus úrunk szenvedését úgy altul éreztem, a tudod, érzékeny lát. Komolyan veszem minden, velem visérem minden fájolt. Hogy dicsérj? Még egy-egy pohar volt tőtök. Nem tudom. Ha nem megyek, kell menjek. Hova? Tudom én hova. Megihatom, komolyan csak baj van velem. Áj, még na tőtsám ki, nove. De ödlő, derege. Minek iszok? Minek? Azért már kéva, minek iszok? Fogjad meg! Kell meginni gyorsan, hamar! Jó Isten értes! Isten értes! Villáncs! Ennyi az egész.
arasz ma kell kinenjak. Hova mész? Ó, koma. Nem mondtam neked, nem panaszkodtam. Na, mi van? Nekem egy évszor árafal egy olyan dolog van elé alva, hallod el? Hogy egy nap ötször, hatszor, még hétszeres kell vizáljak. Aj, menjál! Ugyan bizony. Mit gondolt elé alt az a rossz papa? Egy menj el, komolyan, mert neked jó apád volt. Ne beszélj fél nekem, jó apád, de mindjárt belé papázok. Na, én arasz, homor, kell menj el. Atya úristen, na. Jövök, aztán elmondom, addál, mert most csak dolog. Ne, üljek ezek. Hallod, de komolyan asszom, mit mond, komolyan, hogy így rosszapjas, új rosszapjas, kell kimenjél. Nem, komolyan, hanem a prosz papa ajol. Hogy állj, menj át, és nem mondta, hogy rossz apja, hát egy jó apja volt, hát én ismertem. Az egy betegség úgy hívja a prosz papa. Hogy lett volna beteg, ha hirtelen volt, meg komolyan, hát én ott voltam a temetésén, ott voltam, végig sírtam. Hát egy olyan ember volt, mint egy darab kenyár, még most is látom az apját. Komolyan, úgy meg van bolondulva. Tudod, egy kertet meg sükat ülni. Igen. Csak az a baj, hogy nem állagat. Mi van el? Semmi. Te stoppolj. Én igen. Jól van dolgod. Igen. Azt sem tudom, mára nézzek. Teket hoztam. Nekem nem kell. Tessé. Nem kell. Mama mondta, hogy teket kell. Igen. És hoztettál mamád ezt a szép szal művirágot? Kárvá! Ezt a leankat kecántam. Na, mondd meg akkor mamádnak, tegye vízbe, hát ha feléled. Jó. Na. Megmondtam, nem kell melleje engedni. Mi van, hogy akadom? Nem látsz, tetkó! Re van esve? Nem, re van varva. Kaznak varni, hé? Ugyasa nem. Én na volt. Igen, stűvel egy hétig hímezték. Fajté? Nem. Kemény vagy. Köszi. Még hány ilyen hülye kérdésed lesz a ma este folyamán? Kezdek most már teljesen kiakadni tőled. Vissza tudsz-e kakadni? Nem, és nem is akarok. Mit beszélgetnek? Nem értem, mit mondták. Te közelebb vagy, hogy nem érted? Közelebb. Tényleg én. Vajon komolyan, és mára van, hol van. Ma bénám jő. Nem. Meg kell bolonduljak. Jöjj össze! Jövök, de hol megyek, vissza kell menjek. Gyere, bén, az úristen megfizeti. Szinte vissza ki, ó, Isten. Lépcsőtől vissza kell, hogy egyszer menjek. Gyere, bén, komolyan, gyere, bén. Ülj le ide, bén. Többet nem gyart. Van ennyi csinál. Aha. Gyere, sűrj le! Ülhetek, de! Addál már rossz papa, mucsuk! Állj meg, komám! Most nyugszok meg egy kicsit megint nekezd, hogy így rossz apács, új rossz apács, itt már ilyes mondja, hogy adjunk még itt annak, ő is, hogy így rossz apács. Ülj le! Én hagyhatok, ha kell, minek ha rossz papa van, akkor mit csinálj? Te helyába beszélsz! Ej, menjál, menjál! Neked is egy jó apád volt, mit? Ugye valamit apámról mondtál te? Igen, no. Hattám, hazamegyünk, aztán kiderül, kinek van rossz apja, és kinek nincs. Komolyan volt, neked is jó apád volt, neked is hagyjunk ennek békét. Hagyjunk, de nem tudom, de férem, nincs. Jó, jó van, jó. Nyám, mindjárt. Tőtök egy-egy pohár pálinkát, és kell megint is. Nagyon érthetetlen, hogy. Mi van el? Jó, jó, na tőtsi, aztán megint mennénk kell, ha. Na így a. Na így a, tőtsi, meg kell így a. Na így a. Nem muszáj. Nem muszáj, tá. Fonya. Hallod én is meg kell neked panaszkodjak. Ugye neked is elé van alva. Miért? Hát az a rossz papa. Nek az megint rossz papa. Hát öregségre valakig elé al, hallod én nem. Komolyan, nem értem miről beszélsz. Adjunk annak békite. Rossz papának sís úr. Jól van, na jól van, de akkor mi a baj? Hallod van nekem az a néhány csutika fogam. Csutika. Két épp foga. Mi van ez? Még van neked foga szállítva. Van, van. De kettő van, csak épp fogom, amiben bízok, és amiben van a bízodalmam, a többi három csutika, komám, csutika.
Úgy dolgoznak, úgy fájnak, hogy nem tudom, meddig tudom még tűrni és bírni és viselni. Éjjel, tivat, aludni fogjad, meg azt veszem rá, és zsibbasztom. Zsibbasztom. No, jó Istenim, ma gyógyulok. Hát a járőfa. Így fáj a fogatár. Ugye azt mondja, hogy a foga fáj. Hát igen, igen. Azért mondja, hogy tudjon inni. Menj állna. Igen. Azt mondja, hogy a foga fás. Igen, hogy meg hallja. Igen, igen. Azért van. Tudjon inni. Igen. Azt mondja, hogy a foga fás kell öblegásás. Vémen a kamarába, és addig iszik, úgy megrészegedik, olyan, mint a disznő. Nem igaz, hogy a foga fás. Mit mond egy szavát se értem. Jobb is. Mit mondod, koma? Hogy békít, hogy békít. Te megértett azt nekem, mondd meg, ha nem megy a bengem ró. Azt mondja, csak azért is szól, hogy... Azt hazudod, hogy fáj a fogad, hogy... Most az agyad küld. Megmondtam, hogy... Te mit tudod, hogy az én szájomban mi van, hogy van, mit van, hogy fáj? Na, kezd mondani, elmondja. Mit tudod, hadd álmam, ha elmennek, koma, még nálunk akkor szerintek napja lesz. Csak azért mondod, hogy a fogad fáj, hogy tudja a lény. Hadd el neked ma, hadd el megfekedet. Hogy, komalmasz. Hadd el, de ideges. Nézd meg. Nekem ismerdi, akkor tényleg fáj vagy nem fáj, csak azért mondod, hogy tudja. Komalma, te sem hiszél nekem, ma, hogy ne fáj, na. Úgy dolgoznak, hallod el, hogy egymás mellett van a három csutikkal. Melyik felül fáj? Erről, né. Egykezán felül. Békéne pillanat csak én a szájod. Mi akarsz most néznie? Igen, de lám, hogy mi a helyzet. Hát, nézd én, na csak akkor hátra, akkor én szerelődjek. Csak meg kell győződjek. Tartsd csak ki. Ázik. Egyből oda nyúltál, orra. Én nézzék én. Komám, azt mondja, ez nem támpó. Hát nézd meg, hogy fal nyomorulnak. Igen, de. Egyből arra nyúltál, hallod-e? Hallod-e, komám? Mi jó? Ha már nálunk jöttetek, tudod-e mit gondolékál-e? Ugyan bizony. Van nekem egy ügyes kicsi fogócskám, odabé van a kamarában. Mit fogtam? Egy ügyes kicsi fogócskám. Fogó? Jó. Finom kézbeli, hallod-e szerszám, az is láttam még ismered. Én azt meg elhozom ki, és nekem azt a csutika fogod közből már offvaj a közepső. Ki kéne húzd-e? Én húzom ki a fogodot. Úgy. Ha valami nyelvvel elfoglalkoztam, nem? Lészi az ilyen nevízrejám, nem? Tudom én. Te nem magyaráz az Úristenre kérlek, ezelőtt is hallod-e, visszaemlékezhetsz, ha fájt a fog, egy cérnát köttünk rá az ajtóhoz, köttünk, még egy megrántottas ki volt szekben. Ó, komolyan menj az, tájfognak való húzás. No, az ilyen vékony gyermekfognak való húzás, az ilyen ajtócsattogtatás, nem? Ne is? Gyermekfognak, úgyis azt mondják, elértük mi a második gyermekkort, tehát ezt ki lehet húzni. Igen, csak nincs tájfog. Nem, komolyan, ez nem gyermekjáték, ne haragudjálni. Nem foglalkozom. Én megyek a fogócskáim. Hát mi az, Dám? Tata, nem mint hülyéskedjenek, jobb, ha elmegy dokihúz. Mit? Mit mond? Nem értem. Jobb és az is. Azt mondja, menj el dolgozni, vagy... Ha, ilyen van. Hova menjek én dolgozni? Én nem dolgoztam egy életen keresztül elegettel. Csak követ mit hordtam ezzel a ház alattá. Nézd meg, mit mond, komolyan. Hogy elegád van neked? Az onnat mar, az innát mar, még meddig tudjak így, meddig tudom én ezt tűrni, te? Hagyjatok békit, te! Hogy békit, egyesre figyelj meg a fogócskait, koma! Ha menjél, de azt a nem tudom mi áll ez, koma, amit nem foglalkoztam, elválasztam. Ha mely az, te én nem tudom azt a méreg belőle, meg csak a méreg van. Bizony Isten, mire jöttem én le ide? Mire? Tényleg menni? János, mi jó? Mit akartok? Mit akartok? Valamint valami rossz fogai, azt mondja, húzom ki. Meg vagy-e bolondulva? Ha mit csináljak, ha meg ki? Mi? Semmi. Dolgozik, hogy húzzak ki. Ne húzz ki. János bácsi, ne foglalkozzon, valami hülyeséget csináljanak, aztán történjen valami. Történjen, nem egymásnak örökké segítünk. Történjen. Halljon meg, ha lehet. Halljon, nem hall meg, ha nem. Legyen bobol. Legyen bobol, legyen valami bors, aztán. Hallgassatok, ne jöjjetek innen és onnan is. No, kérjél akkor koncepráljak, vagy hogy mondjak? Ott a fogódás nem gyermekjáték. Fony! Hagyj békit, komolyan, neki fahagy, nem neked. S hadd hával az egy út van, menj és hagyj békit, hogy jó hát van. Na, ez is jó megviha. Jó, hogy nem hallottál azt. Ennek is van egy családja. Komolyan. Hagyj békit!
Te hallgass, én már különben egy disznónak esztettem már, fogad a malacoknak, akarminek. Csak komolyan nem a disznó. Hasonlít nagyba a disznó az ámbérhez. Főleg. Tudósok, mi van? Ó. Röki, ná, zsémbélye. Mi kattanál rendezzük, amit áll. Átünk úgy, hogy... Mit csináltok? Zsörtölődnek, ölnek még. Na, nézz! Isten, bekarolt, lányi. Hoztak tényleg? Komamre, ismersz-e? A legénykorodban neked még a kézben jár, csak nem emlékszel vissza. Nem tudom, jár, te nem igényel foglalkoztam ilyesmiben. Te ne törődj, húzzad ki, komam, szabadíts meg engemet a szenvedéstől. Hagyd meg, én nem járosdás. Aj, még! Aj, meg takarítsam még! Aj, meg komam, hát ha az én szájomban volt a céltöpjem meg! Ha mégis az én nyálom, én nyálom! Én nyálom, én nyálom, hát... Nézd meg a... Észre ne vegyem őtöpi meg ám! Tudnak mindegy! Ó, mindjárt, mindjárt! Aj, hallod, de hogy csináljam, mint csináljam? Na, meg vagyok itt szorulva! Hallod, de! Hátrébb szerellődök! A fogócskát reaszereled, megszorítod jól, arra-orra megtekered és rántod ki. Komam, annak van egy pozíció, nem úgy arra-orra. No, hova mész, komam? Az asztalt arra, akkor egy kicsit tenniste, oda kiűsne, hogy legyen háj, akkor neki kell készíteni. Igaz, 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 igaz. Hallod-e, komam, biztosabb legyen én, ha a fajtás megfog. Igazad van, hogy legyen erősen tartva. Kicsit arra. Jó. Hova menjen az? Azt, hogy a fejedet megfogja a fejedet. Hát az a fejemet lazakasszol, amilyen mostóban. Nem, nem szakasszol. Hogy üljek? Így üljek. Így üljek, férjen be a hátodhoz. Ügyállj, jó. Hogy nem tudom. Nem foglalkoztam, milyen vás, nem foglalkoztam. Aj, még, pazad, tedd le. Pazad, még rülni sem tudok, komolyan. Te alul a széket így kétfányon fog meg. Hogy nehogy engem fájdalmadban megüss! No! Alul le! No! Fogd meg a fájt, jó, súzva rájönnek ráki! Jó! Cseppet írtózom! Írtóz! Tarts ki! Jó! Aztán! Jó! Egy, az a másik! Na most! Komolyan a szájomba, bétepet! Mit foglalkozom, mikor én húzok? Mit kiabasz? Ülj le oda! Nem én elfoglalsz, hogy elmegy be! Mit csináljok? No. Mit csináljok? Olyan töpöt bész, hintem egy nyugodtam! Bétepet a szájom! Olyont! Zsibdondom meglevel! Így egy galuska! Galuska! No! Írtózom, komolyan! Itt van, nekifogtunk, nekifogtunk! János, ha ne foglalkozz! Ha le nem is, bén elfogod a tétet és kihúzom, abba hájba! Komolyan! Valamelyik, ha megmozdul, az Isten elhagyja! Ha ne tudod, mert nem tudok húzni, így zaklatnak! Gyere, komolyan! Húzz egy kínál, szabadíts meg! Gyere, meg leüljálj, ne kállj! Mit csinálj? Szabadíts meg! Aj, még no, már nem olyan egyszer! Valamelyik, ha szól! Na, rajta van! Tegyen viszont! Tátal vagy! Megvan! Na! Ülj az a nő! Istennek, no. Édes jó Isten. Hát és meg léve. Faj. Mi jobban faj, hé. Hey. Nézd meg, a jó fogad kihúz. Addig szabad. Faj, koma. Hamar pálinka. Hallod-e még kutyából? Faj. Hogy ne húzás, hamar pálinka, Adria. Öblítsen még. Jó. Öblítsen, nézd meg a jó fogad kihúz. Mondtam. Addig szakladtad meg. Ács, mi van? Hagyd békit, átterődj ilyenkor. Komám, a jó fogam nincs meg. A nincs meg, itt van, ez meg a jót húztam ki. Te nekem a jó fogamot húztad ki. Aztán, hát ebben hájban húztam meg. Mindjárt megpalom. Hát annyi, mintha egy tehenyem megdög lesz volna. Csináljon. Hát, hát a maga hülye. Ülj le, te! Engem te ne ültes. Mit mond? Hogy üljek le. Én ma ülhetek, hallgatom. Eleget elintéztétek, nézd meg a drága jó fogam, de a komolyan ne haragja a légy elnézéssel. Megmondtam, hogy nem kéne foglalkozni vele. Menj el, komolyan, aztán ezt mégse gondoltam, hogy a jó fogamot húzott ki. Ne haragudja, mit csináljak? No. Na, én már nem haragulhatok. Nézd meg a drága lémiák, ami na, én el vagyok rendezve. Átteszem emlékbe. El vagyok rendezve. Ó, menj el. Pálinkat igyad rejonó. Ijatod, imé, hogy fogod? Ne haragudja, arra emlék harag. Légy, billáncsad meg, amúl! Fejedről.
Vadánó, való jóval teszem, no. Ma ne haragudja. Megmondtam, hogy nem kéne foglalkozni vele. Komám, nekem a csutikát kellett volna kihúzni, a csutika fogalmat le. Csutika. Tudom, csutika, de megcsort a szemem. Megcsort. A komám egyszer, te jól elrendeztél. Jó. Vadánó, kitalálkozom valamit, hallod. De több minden, ne találj ma estére, elrendeztél, mint ahogy mondtam. Aj, még na várj ki a végig, no. Na haragudja, no, haludé. Csak elvágjátom én gazza. Elvágjátom a gazza. Van ide le banforva be egy finom fogorvosocska. S mi van vele? Na mi van vele? Nem elfogadtett nekem. Te királt van aztán, hogy sem fogadtettet? Na miből van? Műanyag. Műanyag. Nem rendes fog. Tudom, atya úristenem, hogy mű dolgot bénám vennék a szájomba. Idegen dolgot. Idegen. Valamikor te is szeretted az idegen. Idegen. Az akkor? Az akkor. Mindegy, no nem. Arra akarok kirikadni, hogy ebben a doktorkához le kéne menni, és megbeszélni ügyesen, hogy húzza ki neked a csutika fogaidot. Azt rákezdnek azzal. Akkor miért nem kezdted el? Há igen, ugyesen veszett, látod, ugyesen vagyok zavarodva, no. Essza majd te, ez a drága unokka, és ez a drága unokka. Ők vagytok a hibas, nem hisz. Mi jó? Na hol lakik el? Banfolvában. Ban... messze van, komán van. Én valamelyik reggel le a regelek veled. No. Csak éppen ne haragudja. Vagy holnap, holnap után. Holnap után. No, hogy ma megbeszéljük. Már hamar így a... Aztán az estével aztán meg még a másik jófogomat is húzza ki. Nem megint ma akkor soha. Ja, hallod, de áj, még komoly, ho-ho. De most dühöngsz, hogy járás arra, kihúztam a jófogadot. De ha úgy nézzük a dolgot, az is lát, hogy megelőztem én egy nagy bolt. Hát az a jófog, de idővel az is áramlott volna. Akkor nehéz. Legalább nem fáj. Hát te nekem ebbe a helyben kihozod, hogy akkor a jó fogot kell előre kihúzni. Nem a jó fogot, de hát nem fáj, már áramlott volna, érted? Komolyan nekem ez a fog, amit kihúzta, nem fáj, nekem a csutika fáj, a csutika fogom. A csutika. Mindegy, na nyugodj a lemezt, tedd meg ezt a csepp pálinkat, hamar vegyed rá. Na, tűnj csak akkor magadnak is, vagy van is ott, vagy... hogy fel vagyok idegesedben, hogy nekem van egy gyasta megint, ma. Na, bocsánat. Pillancsád meg el. Még jöttünk, és én itt húzom a fogat. Te találtad ki. Kéne szólni, még jöttünk, mi vagyunk ki. Ha szóljál, te vagy a nagy szaj. Te vagy a nagy szaj. Te nem vagy, olyan kicsik a szajban mindegy. Mi van, na, mit zsörtjörtek-e? Arról van szó, komolyan, na, így ma félretével a dolgokat, hogy át kéne mondjam, hogy mi vagyunk itt valójában. De azt akarom izélni, hogy... Az idejelvet állunk célja. Elkésően jöttek, hogy mi, valami baj van-e vagy? Nincs annál nagyobb baj, de csak volt egy gondolatunk el a drágávos. Gondoltuk ezzel a folyamodunk. Ugyan bizony. Most hát tudom, hogy kezdjem. Nem tudom, na, hogy... Nem tudom, látod az unokánkot. Én látom eleget. Ha jobban megfigyeled, egy olyan sorban van, hogy nősülő sorban. No, ebben az időben... Ma nős emberek volt. Hát az az. És mi van ellen? Elgondoltuk Marival, gyárnek jóra való. Elbeszéltük itt az unokátok. Mi elmond a két fiatal tesz-e? Ki te? A tejéteket csak melyiket, ezeket tesz-e? Hát hallod, egy ilyen gondolatunk, na, hogy hát a beléggyeznétek s. Ebbe helyben futtam meg, itt komolyan a pálinkát és dugom be. Ha mi? Osztan ne beszélj, menj el, hát... Jó, erről szó sem. Hallod, Erzsi, mit akarok? Nem szabad már egyezni. Hát ne egyezni, Fogd be szájdat. Komolyan, menj el. Látod, hogy a tejtek inkább a teján, hogy mondjam, falusias rágés, a mély, városias, a kettő nem izé lesz. Valahogy ezt a csiszolódnak, hallod? Ezt, hogy annak hagyjunk és békét, komolyan. Hogy hallod? Alinkat is te látni, Erzsi. Ez meg mit? Hallod, egy komolyan? Nem bánna meg egy is. Én azt mondom. Ők nem, de én meg. Aztán nekem kezdenek születni a kecegtetős unokák. Legalább unokat áll, hogy csak. No, két-három unoka születik el, egy falunovat, hogy csak az. Hát úgy tud kecegtetni. Kimarad, na kimarad, az is kimarad. Ne, ne, akkor vagdolja le az ujjait, ne, hamar menj, ne. Jó, meg hamos, négy, hamar. Nem vagdolom, leszelem a körmünk. Miért nem figyelsz, hogy jár meg, még megszúrja? Mi? Édes. Jó, vagy ide, ne. Miféle te? Nézd meg! Nem akkora kés! Véresek! Észre ne vegyem szépen, de az ujjaiból kifogy, nézd meg! Úgy oda kell figyelni, mint egy kicsi ne akar!
Na, az egy hiba. A hiba akár ünnek elé mindenkibe. Jönna, nem veszed észre, hogy mivel foglalok, de kéne észrevett. Az új egylábok dolyozta a neszhetét. Csonkan, hogy én? Csonkan. Hallod, de komolyan, attól kell gondolni, attól kell gondolkozni. Miről? Miről? Mit elmondtam az elé? Attól van... Egy mással adja, ismárjuk. Ismárjuk, attól van gondolva, komolyan mennek adjuk. Nem szabad vele egyezni. Ne egyezni. Nem akkor, én nem. Komolyan ennek hagyjunk és békit. Na, egy és egyáltalán árő szó se lehet. Tisztább, hogyha arra jött. Hátonom, te is elég, vagy nem alszod a dolgot meg. Mindegy. Hallod én? Mi jó? A legénkkel szivarodzik én? Szivarodzik. Na, hallom, nem benne az ilyen pipa az a sé. Már? Ja, de pálinka adja. Esetleg disznyeléskor egy poharros kész. Hattál már! Na mostaniak új szivaroznak, csóvázzák fel a kufájkat, új gyűlölem, hallod-e? Meglátnám Bégyúrna. Én is, nem is tudom, mit csinálom. Nem. Gyár meg, ügyás. Na megint kell gondolkozni. Tehány előtt, és tudod-e, hogy jól? Jó, ne dícsít, komolyan, látok én is. Akkor ne legyesek, hallod-e? Látok én is, amit látok. De van mindenki vár. Mindegy, no. Tata, van egy szál cigie? Mi van? Mit mondtam? Azt mondja, van egy cicit. A miféle láttál? Mi a cici? Az nem cici, cigi, szivar. Menj a linna, gyűl a odottal. Édes jó Istenem! A szégyenben. Komolyan! Te érdeklődsz az én unokáros? Nem szerint előttem kérje a cici szivarat? Áj, még nem értettétek a dolgot, vagy címborájának, hogy érte. Már mostaniak vannak ám. Címbora is, azok biztos szivaroznak. Látod-e? Érzsia. Nézd meg, mit kér. Látod-e, komolyan? Jönnek elé a bajuk. Jönnek, de vagy, mondom én, na vagy barát, úgy mondják, most barát néhány vannak. Ne szépítsd a dolgokat. Mert látod-e, van mindenkibe hívva. Tudtad ezt? Mindenkibe. Töltök még egy-egy pohár pálinkacs. Ne tölts semmit. Abba nem is akartam tölteni, mert fellobbantam, amit elidéztél. Azaltól fellobbantam. Én rosszat nem idéztem, de látod, hogy a bajok se hibák állnak át mindenkibe. Úgyhogy tudod, hogy vannak mindegy. Igen, na csak. Akkor tölts egy poharosabbat, menjünk haza. Gondolkozok, azt sem tudom, hogy töltsek-e vagy ne töltsek. Mári néni, mit csinál? Mit csinál? Mit csapkodja a tetkómot? Petkó. Milyen petkó az? Nem petkó, mit hanem petkó. Nézd meg, azt hittem a Petkónak, hogy lágy. Nem Petkónak, hol? Az nem Petkó, nem Tetkó. Majd ne. Komolyan, nem értem, miről van szó, mondd el, hogy miről van szó. Hol nyakam, Petkó? Édes jó Istenem. Mi van, na? Mi van, itt van itt áll, nyakam a Petkó van, azt mondja. Nem Petkó, Tetkó. Édes jó. Leánk a gyermeknek a nyakam a Petkó. Jaj, na itt aztán mehetünk haza, vegyenom. Erzsia. Csak miért nem takarítod landat, nem ekkora lágyja, vagy miféle egy nagy szürke lágy, vagy miféle, azt mondja, a Petkó, nézd meg! Hát én se láttam mostani! Pillangó! Pillangó, nyakadott reggelre lerágja! Hova a reggelig megeséri, mert nem jelent azt a nyakadom. Mi jó? Szedjád magad, és menjünk haza! Menjünk! Mit akar? Menjünk haza, komolyan van odé! Ide figyel! Vagdolja az ujjait, kéri a cici szivarot, és Petkó nyakam, annál nem nekünk volt. Na. Menjünk haza! Érzi, ültessed le már komolyan, le kell ülni egy pillanatnék, kettőt még szóljunk-e! Áll vagyok indi! Áj, meg na, ne szakjas, ültessed! Hát úgy fellobbantam, ne haragudj el, amíg szállom! Ülj le! Mivel foglalkozol? Mit? Komolyan azt mondja, ülj le, te is! Ülj le, de még nem is beszélj! Szényei van, és menj le! Ülhetünk! Petko, nyakam, komolyan, ne haragudj el! Áj, meg na, olyan, úgy fellobbantam, most hát tudom, hogy hol vagyok! Töltek még egy-egy pohár pálinkát, komolyan, most meg kell inni. No. Ihazzuk ezt az egyet, megiszom, nem mondod a reint. Aj, meg kettőt mi még szóljunk. Az orsót szúrja, az fejes menj. Orsó. Komolyan ki van töltve, meg kell inni. Hallod, de még akarok én kettőt szólni. Nem bánom, így utál, menjünk azt. Gondolkozik én es a dolgon, amit az imént említettél, hogy a két fiatalt eszek én el. No, hallod, de meggondolom a dolgot. Tényleg ismárjuk egymás családjának az eredet, itt fajtaja, dolgos, munkás népek voltunk a tűgáldogatokról és a világunkról is. Hát, ha idő vár, tényleg eszá, csiszolódnának eszá. No. Én legondoltam róla, ne haragudjál. Fogjad meg te a pálinkát.
Isten élet, billáncs meg! Isten, Isten. Halló, de annyi a hiba van, na ne haragudjál még! Hogy sok, az már sok, ami sok. Oma, hiba mindenkibe van. Az előttes hogy tartottak? Fa bog nélkül ember, hiba nélkül nincs. De ne haragudjál meg, a tétek erős bogus. A tétek ennes van elég. Van. Nem tudom, hogy egy nap egy ember meg tudna elnyásni, annyi a bogra hagytam. De azért, tanul, de az ma igen van, ne haragudjál. Érsi, ha. Tassi. Ha viszi kell árasztán. Jó. Nyakunkban van. Halludé! Jó. Még egy-egyet tőtök lesz. Á, tűcs, ná tűcs. No, még egy-egy leszem. No, meg kell gondolni a dolgot, amit mondék, és akkor tényleg egyszer kell árasztán. Mit csinál? Mi? Menjünk hazahoz. Ne, hát Ján Jacobs. Honnan tudod? Honnan tudom. Nem a csúcshoz. Még egy-egy leszem, koma. No. Nem tudom, mit mondjak, na inkább nem. Éj, menj el, az imént te ajánlottad fel. Igen, de... Gondolkoztam én is a dolgon, na. Hirtelen nem tudtam úgy meg gondolni. Menj be, na, helyabb az ész. Van, de nem ennyi. Egyezek be. Mi van-e? Koma, te nem parancsolsz. Ha így gondoljuk, akkor elasszük ezt a őket. Elasszük, na így-e. Bari egyeztem. Alig. Koma, fogjad meg a pálinkát. No. Ha így. Jó Isten adja, hogy a táv sikerüljön. Billáncs meg! Jó. Nehem, mert... Úgy éget halod, egy csepp vizet hozzá, jó-e? Vizet. Ja, vizet. De nincs idábé! Nem, már nem hozta, ami nincs idábé. Ástár, mit csinál? Kell kimenni és hozni állástér, vagy... Izé, jobb leakadt, hogy es ilyen... Noémi! Noémi! Menj, hozd be vizet nekéne! Kereszt apadnak víz, égeti a pálinka! Nem megyek sehova, menjen ki maga a víz! Te hagyom ő szóval, én mondom az Isten ma áll, hogy ne olyan az üres vidé, és menjen vízét, te! Menj utalad a tavaromra! Ezt velem kötődjük fel, oda én jön olyan utalani, ha én menjünk utalani! Úgy, ne! Anyasa nincs! Komam, ho! Mi jó? A legényke hova menne? Hát mondom, a setétben Leon fél, menjen utána, hát én menjek ki utána. Hát már adkozzanak, mert tudom, miről beszél. Kattán kimentek osztal, nem tudom, nem-e harmon jönnek vissza. Láttad, hogy ilyen hidegben a harmadik nem fögít be. Ahogy én látom ezt a legénykét, annak mindegy, hogy hidegre vagy meleg. Hát azt se tudja, hogy tél van-e vagy nyal. Mondál, ne szed címbodalnak, ne. Tudod miért, annak idány. Éjjő össze a fiatal, így csak meg... Valami altor! Neked szettem. Menj ma, azt tehessük át! Igen. Hallod, de hát... Úgy megjött a kádván most ma alatt, ma a fiatalok, és esze forma. Egy falat még védelre jársz. Mit? Egy falat még komolyan védelre. Megértem, hogy az a mai este, ha ma így ennyire vagyunk? És hát én még egy falat megyek elé, jaj, meg koma. Hát én most jövök rá, igazából, hogy tűk métes jöttetek, mi okból kifolyólag ezzel a fásták. Tárváz volt, igazi mamanyja. Tárváz volt. Hát a tárváz volt. De amikor az ember ezelőttes egymás hazahoz elment egy ilyen okból kifolyólag, akkor otthonról szoktak jönnie. És amikor ma otthonról jöttünk, mi nem jártunk és sehova. Igaz, egyenesen ide jöttünk. Nem úgy értem én, hanem szoktak hozni egy feles pálinkát, egy tangyér tésztát, vagy egy békén tésztát, vagy hogy mondjam el. Úgy. Igazad van. Látod-e? Mit? Kezd hozni egy tangyér tésztát, fél pálinkát. Tangyér tészta, rájed nem süt. Rájed nem süt. Rájed, fasztinál adok ma rájednek. Mi van? Rájed nem süt, na mit csináljunk? Nem, sűcs, eszi a pálinkát és a rájhő hoztátok volna. Pálinka és kerül aztán, abban a kamarában még van, komolyan, mit cirkozulsz úgy? Aztán rájám és nem kerül a sorna. Ott a belső zsebben, elfér. Belső zsebben. Állásség átadik, mit csinálsz? A plafon nem törik el. Nem figyel oda, érted, és nem terepti a figyelmem nekem és mindenre. A kamarában van, visszavitte és ott van. Az hogy tesz ott? Hallod, de komolyan azt, meg kéne nézd az osztom hatalmat. Az a persze léte. Felhass, meg kéne nézd, hogy mi áll itt. Nézzük meg magam. Hogy is lattok-e? Nekünk dolgunk van. Nektek a léte. Hova mentek-e? Nekünk dolgunk van. Dolgod van. Megnézem az osztóval. Menj
tudom mi benne. Vezd utam. Tussó szobában van, tussó házban van, ahogy izé. Van-e valami ilyen már? Mi? Ön itt a dugorcsója itt ott. Talán egy szép fejú benni. Az osztovált a túl van felszerelve, talán oda mentek. Várnék, megnézi az egymás munkát. Most egyet fosató vannak meg. Ah, úgy. Nem tudom, hát ő mi lesz. Takoma. Elnéztem ezeket a fiatalokat. Istenem, azt jelenbe jöttök a régi szép időn. Mi fiatalkorunk. Ő Istenem, mi és mit mentünk halodé. Csak nekünk nem kellett késérő. Leányokhoz menni. Mi milyen csórók voltunk halodé. Jó. Leányról leányra mentünk, vagy hogy mondjam? Házról házra, leányról leányra. Mikor mi végig mehetünk egy duccal a függönök, hogy mozogtak, tá? Amikor énekeltünk. Jó, hogy ne is hozzá be az énekeket. Hát arra mondom, hogy amikor énekeltünk végig, akkor a függön így járt, ahogy mondod. Csak amikor egy legény annak idején tudott jól énekelni, hogy mit jelentett? Jó. Hogy tudtunk énekelni, Kovan? Ki volt én? Mit te? Mondom, miért neked énekeltünk az ablakok alatt, a leányoknál, az ablakok alatt, te? Hát most kéne egyet énekelni, rásírná magad. Ezért. Vagy aki hallgassa is. Valamit esetleg csitorogni is viszont látás. Csitorogni. Hát előtt mindenek meg volt a szere. Mert most... Menjál. A világ... feleket van fordul. Úgy, ahogy mondod. Ó, menjál. Nem tudom még a föld, meddig tud tartani. Milyen énekjeim voltak, tehát mit szerettem én csak. Mindegy, no. Az én bajtott nekem, Julis. Menjál, koma. Egy békét. Neked még 90-et rendősön, Julis az eszedbe jár? Minden nap! Csak ne laholjál, ne jó, hogy kimentek! Istenem, milyen ez a szállani? Hát azt nem gondoltam volna, hallod-e? Minden nap hallod-e? Mit énekeltem én utána, nem emlékszel, mikor cseppet ittam ki volt? Igen, és én valam. De így van valam. Hát annyit kasarektél értel, hallod-e? Hát azt nem gondoltam. Nem tudom, felálltam. Azt nem gondoltam volna ezt az egyet, koma. Emlékszed te arra a nóta, arra, amit én utána itt énekeltem, hogy... Hogy es voltál? Melyike? Az a szerelmem, no. Nem az enyém a szerelmem. Az, na, hogy jutott az eszedbe? Én annyit énekeltem veled, azt annyit bőgtél rá, hogy nekem eszembe jut, amíg élek nekem. Bőgtem, mert voltam én bőgják. A cifra lényen volt, Kulisor. Ilyen gombolya utaja volt, hallod-e, vagy hogy mondja? Nem es bászi. Hallod-e, koma? Most már elhoztuk fiatalkócs, öregkócs, mindent. Az az énekes elé forgott. Milyen honnál énekel itt? Hol? Hol, itt ne. Julis emlékét, érte? Julis emléke, nekem a jó fogamot kihúzta, csin, most énekeljem meg. Nem es tudtam a fogad gyászolni kell. Hát most mit csinálj, hogy megtörtént, ne hozd el én, mert elég mélyre jön neked. De az is, hogy jöjjön ki komolyan, hogy én most énekeljek. Egy ekkora dolog, mikor egy jó fogtól én, az a két fogom, hogy az egyik álmény. Hogy énekeljek most, milyen szívvel lélek van? Éj, hogy békik, no. Csak köbözöm a dolgom miatt, érted? De hát a bévőnöm a náhász. Most kezd énekeltem. Úgy van komolyan, hogy figyelj ide, no. Szólj belé, mert felálltok én is. Úgy van, komolyan, hogy nem az enyém a szerelmem, még es titkon hezzád kárgál a lelke. Fáradt testem oda tapad, ahol karcsú derekadat ölel. Lát a szemem bármerre jársz, üzenetet bárkitől kapsz, megérzem. Azt lesem, hogy hezzád kijár, nékem talán jobb volna már, ne lenne. Lát a szemem bármerre jársz, üzenetet bárkitől kapsz, megérzem.
azt lesem, hogy hezzád ki jár. Nékem talán jobb volna már, ne lenni. Lopva járok tolvaj módra, lopva járok az ajtódra, zokogva. Sírdogálok, mint egy gyermek, mert nem szabad a szívemnek szeressen. Nem válok el olyan könnyen, el kell sírnom minden könnyem utána, hogyha majd a másé leszek. Sápat arcom, könnyes szeme, ne lásd meg. Nem válok el olyan könnyen, el kell sírnom minden könnyem utána, hogyha majd a másé leszel. Sápat arcom, könnyes szeme, ne lásd meg. Eppa csak úgy álmeda. Ima a kádvát tőte. Ima megláttad egy Julista. Meg itt álmét előttem meg. Meg kellett volna ő lát. Legalább ne csúfolkodtál, koma. Legalább együttérzés adja velem, legyi. Együttérzésvel vagyok, koma, de mi életünkben annyit keseregtünk, annyit szenvedtünk, mi annyi bús éneket énekeltünk, s értünk, hogy miért hát, nem lehetett egy vígabbat énekelni? Lehetett, de... Julis emlékre, hogy énekeljek én vígat? Hogy vígatjak én? Akkor nem kellett volna a Julist elidézni. Egy parra vigyünk meg, és egy vígat, és elasszunk meg. Parra, csak ki van a fogyva a plafonból. Nincs neked valami. Hallod -e? Mi a? Egy kicsi van átugva, na csak... Egy adáli. Ma... Örökké jó cimborák voltunk is. Elihozottak az énekek, megértem, mert az a jó ének egy pohar pálinka. Ez még mintha valakit a szigar. Aj, ne. Valami, a fél álfogyott. Ügyelj, ne bérromolj valahol. Hoztam, ho. Ez a drága Erzsi. Nem, miért? Nem, miért van? Milyen anyagá? Nem az ettetem, mert az elédes ilyen... Menjál, egyszer tatok. Bé van víve a kamarában, nem magyar az. Hát ezért tudom még, hogy... Egyszeres ilyen vizás plafonos egyforma. Az én házomban mi hol van? Meg kell bűzlegölni. Komálom ezt én ide, én tettem be, és azt pár bémon víva oda, na, nem magyarra hasz. Töltsed, amíg jönnek, nem hát ne leassa. Leassa. Lehet, nem loptam. Igazad van, lehet, hogy bennem van ez a lejed is. Hogy bennem van. Hát az én kezem szánnyá, én dolgoztam vele, és én főztem, és én... Azért meg... Látom, most ezt két árkétik. Tényleg jó hely. Hát még jobb, mint ott. Nem, mint a szíves. Jó, jár évettem. Na jó Isten. Villáncs meg. Látod, hogy úgy átójar, hogy... Átójar, csak van az énekben úgy elkeseredtünk, hogy nem tudom az eszemből kiválni. Szeretjük meg egy vígottá. Örökké eljött. Szerettük, hogy... Ó, csárdába három cigány hegedű, csaplárosné maga járja egyedű. Térgyig érő sejem sál van a nyakából, de szeretnék véle hálni egy ágyba. Térgyig érő sejem sál van a nyakába, de szeretnék véle hálni egy ágyba. Nincsen pénzem, eltáncoltam az este, amit adott az a barna menyecske. Jó az Isten, majd elhozza vasárnap estét, párossával ölelem a barna menyecskét. Jó az Isten, majd elhozza vasárnap estét,
párossával ölelem a barna menyecskét. Ölelném is? Ölelem. Na, jordá! Halludén, ma vége a barna menyecskét. Bát és fasta sikáli. Látszó, nyers, ott most érgetsz úgy, hogy az énekbe is. No. Gyerek, na, jó, hogy nem mi az énekbe. Ó, nem voltatok-e? Megnéztük az osztomaltat, na. Az ez őt a tekese. Egészen megjött a kárdon, nálucsú jöttük már. Nálucsú, meg van részegedve, nálucsú. Meg a szemed világ. Nem illat. Ha még egy-egy át nőcsés, ha van, hagyj pék. Hallod-e, ezek jól rámenének vízé. Aztán mindjárik át. Aztán a melyik a kút olyan mély, oda a balétalal büklenni a zonokot kecegtethet benne. Ó, Isten, menj, csak víz áram. Jó, ne is beszéljál, hallod-e most a izé. Mély a zonok. Ne. Ne. Mári, ó, a világ az nagyszerű. Látom ebbe. Figyeled a komalmazásatét? Én figyelem. Ho-ho! Na így, apuska, látod-e? Így kell. Nem ott ingadozni jobbra balra. Leából, látod-e, ne egy kecergi, ne egy kecergi. Minden jó a barányad. Ne tán. Látom. Hallod-e, van két hátáriánakat, nem láttam kocogni, nem most vigyorog. Tehát a mény megkocogtassa, a gyár meg, nem ilyen ipor. Na te Mari, nem hogy arra jöttünk, de te nem akarod semmit. Étákoma, én úgy látom ebből, lakadalom lesz, nézd meg, nézd oda, tehát félszemmel, ne vegyék észre. Én félszemmel és kétszemmel és nézhetek, csak a lakadalom szót ne hozd elé, mert rendesen belényílott a szívámba a lakadalom szó. Ugyan bizony, miért? Hát a lakadalomban eszünk, iszünk, múlottunk, nem neked takáltam, ne. Ma érzem, hogy... Igen. Meg a pálinka. Eszünk, iszünk, múlottunk, csak ezeknek az apjaiknak pénz nincs, egy láz sincs, a lakadalmat én kell lájam, és akkor a tehán menj az istállóból. Az a házat ne aludunk is. A tehánat aludnod? Hát, mit csinál? A ménykedes kiári. Mit? Ha, hallod-e? Hát... Enni kell, no, hogy enni mondjam? Enni kell. Mit? Menj el ott, menj a tehán bornyucó halalos vétek megenni. Nem úgy koma, válladod az arra. Az arra. Főzne. Lakadalmat halad, elég kell lallani. Ettől van, hogy életben lakadalom egy ámbérnek, egy áradát is akkor. Aj, meg. Azok a fiatalok megérdemlik. Megérdemlik, csak most én hallom, hogy mit mennek még be a lakadalmakba. Azt hát. Mondják, hogy most nem olyan muzsika van, mint az előtt. Valamiket nyomkod el, izé, egy férfi ember, vagy egy mit tudom én, milyen ember. És egy tehán arra kell azért, amit nyomkodja, komalmát. Nem. Az ilyenvel mi nem foglalkozunk. Mi keresünk egy jó hagádius, egy jó bőgős vagy citerra, és ott van Vitos Péterka, hokér hagádius, hanem szakszofonul, hogy mondja, gondolok az ének. Azt de, a horgos izét mondod? Azt a horgos, azt hát tudom, kisátom mondani, hogy milyen féle műszer. Nekünk tiszta ingyen házan éri. Megtiszteljük. Megtiszteljük jól, egy látság, mint például. Nem is kell nekünk. Mi megbeszélünk, mi régi címborak vagyunk. Amen. Sajnán hallod, de reggel megmondjuk az ástát kifizettük, meg itasunk. Meglássuk. Na. Az áron intézve, nem pittyektek tőlük, már nem foglalkozunk. Péterkével akkor szót kell váltani. Hallod-e? Szót váltok én addig nem törődte volna nekem. Ezért vagy ott egyáltalán baj. Mi? A lakadalomban táncolni kell, és az új párnak, és a még táncolni, még menni is hát. Jó. Az nekem a legnagyobb fájdalma. De egy kicsit megnyugulnék, ezt most nem kellett volna táléhozt. Igen, már kellett volna tancsa, máma, mindjárt jön a fiúgyár neked. Azt a férfiú kell tancsa. A férfiú? Igen. Legalább nem úgy. A tejétek, hát a melyikes mit tud táncolni, ilyen disznózokba jár, ott szögdösnek. Csak itt lépkednek ide, ami megy egy rossz pipa. Hát tudod-e mit? Mi amelyen táncos csorok voltunk? Ó, Isten! Tá, olyartam én a táncolásom voltál, olyartam. Jó, te összejártod a világot. Tényleg te sok felétel, összejártod a világot. Az egész világot összejártam, komán. Még Marosvásárhányt is jártam. Hol van Marosvásárhány? A világnak ott tussó fel innen. Hát hallod, ez olyan messze van, hogy nincs es. No. Hogy nem is jóról beszélni. Ki Vásárhányt, hadd áll már. Olyanok voltak, komán Vásárhány elment többet soha az életbe hazajönni nem tudott, olyan messze van. Ott van a Jurises.
Hol? Jó, sarány marok. Meg ott a de jönnek a könyvek állni. Hát a... Hallod, de hát én... Komám, hát én ott voltam vasarát, én nem láttam. Jó, ó, Isten. Menj el. Lásarány, nem akkor még az osztort a teje, hogy ott van, Julis, itt vagyok én. Ha velem hazai, hát itt volna. Jó lett volna. Mit keseregtem én aztán ezt a duvaszka szemét kaptam el, de láttál, és jó, leéltem vele. Na, de most is a mindjárt, ne hozzuk el émet aztán, ebből kipogozódik, hogy baj érte át, otthon legyünk békén. Tudod-e mit, komám? Mit gondolnék én ele? Mi? Mit? Én a lakadalom, ha all lesztes, hogy lakadalom lesz, én arra felé nem menjek. Én amilyen táncos csoróta, hogy ezek táncolni nem tudnak nekünk, amilyen rokonság most nektek, és oda eszegyűnek, hogy én szégyenkezzek. Én megmondom azon az én, a tányán bornyudzik, és én otthon kell legyek. Én arra felé nem megyek, én a szégyenvel nem öletem meg magamot. Tudod-e mit komolyan? Ez nem beszélt. A lakadalomat csillanulunk, mellett kell ahogy. Én a bornyudzik, hanem az. Másképpen, mellett állok, de én oda nem megy, hogy engem a szégyen öljön. Ahogy én tudtam táncolni, és amilyen... Valamit ki kell találni. Hát elhajnék, hé. Most itt veszekedjünk a bolondságunkkal. Most mondjuk el, hogy te is milyen táncos voltál, és milyen énekes csórók voltunk, hogy tudtunk táncolni, hogy áll, falsangukban minden. Jó, náhozták. Hát állj még. Hát még nem vesz hónap lakadalunk. Állasszuk egy fél évre, és addig tanítsuk meg, mi táncolni. Aj, meg komám, a táncot eléhoztad rendesen, a táncbajarban az eszemben táncolnék. Neked valamit én el kell mondjak, ha már eddig juttunk a beszédvel. Mit? A rádiócskat még nem vetted észre. Itt a füttő előtt nem is. Még a rádiócska üzemel, komám. A régi rádió. A régi. Nem is, de füttő előtt. Ő elej, már ott van most hány, no. Úgy hát tüzellődik egy tejacska, ami főződik. Nyáron nem. Ha ma ősz, kés ősz van. Ma azon hoztam, tevődik államnak. Állam. Hallod én? Működik. Csak nem mond senkinek. Mit? A szőnyeges azért van ilyen gyéren nálunk. Miért? Reakaptunk, értetted, de már régen. Este van a Kossuthos rádió, abban benne van a Kossuth. A Kossuthos. Ilyen hullámososon el kell kapni. Érted? De csak olyan bajos elkapni. Este olyan zenéket kapok, komám. Erzsivel még egyet-egyet sirüllünk. Te táncoltok esténként? Halludé, engemet a tánc az ének tart fenn eddig, ha nem elvonnék temetve. Érzsidjük, táncoltok. Ugye azt is el kellett mondani. De zajdot fog békni. De látja, ezek táncolnak, nem akar sem arra valami jönni. Én a rossz farcsokommal kezdek táncolni. Rossz farcsokommal én egyszer biolajozom a farcsokot, azt még is tett. Na idegesíts! Hallod, a rádiócska még most is... Daj még! Biztos csak ilyen vasárnaponként, ugye? Minden este... Hétköznap is? Minden este csak a hullámososan neked kapni. Csodálomban meghat. Én mondom neked. A dámat a régi malkos hely. A faluba jár nem sok üzemele. Ennyi idősben. Állj meg komam! Mi ígyük meg s álmunk. Villány sem. A párom meg részegét. Hallod is? Ha ma így van, milyen óratájba szokott az a zenei jönni elé? Tíz tájat szoktunk jönni. Olyan késén? Mikor békerülünk az állatok közül sa. Hallod is? Meg kéne próbálni a hullámosos, vagy hogy mondod? Ha eljönne az első óra, meg is tartanunk neki itt. Az asztalt félrébb vetnénk. Ma este itt? Igen, mi kezdenénk táncolni. Biztos van lassúbb és gyorsabb és... Na most nekem se kéne sok biztatás, úgy fel vagyok lovászolódva, te! Én töltök még egyet, hogy kapjuk B-t, menj, aztán én B, idomítom ezeket. Hallod, de akkor azt mondod, hogy menjek a rádióskal, gyújtson B-t! B, na, letűtsük az időt, az első óra megyek lesz, ilyen tízestes tudnak táncolni. Igen, de olyan náz, hallod, de nem tudom, hogy a hullámososon hogy lehet elkapni. Hát, ugyes van egy... Fél óra ott dolgozott. Te érted azt. Villánk meg. Isten. Márika, majd tánc lesz. Táncolt. Te ezt aztán falsogatot besörítettem. Nyomsza meg. No, ugye. Jó. Én akkor menjek, gyújtom be. Állj, hallod, és tegyük félre az asztal, és érkezek. Na, nézz! Érzi, jó. Tessék. Az asztal tegyük félre. Jó. Ide félteszem a székeket. Jó, bajos.
csak térjen, hogy jó legyen. Mari, te is iporgodj valamit! Mit iporgodja már rá? Ah, még nem a bészorítan! Nem, ide figyeljetek! Elgondoltuk, ha ma így eszemegytök kerülve, lakodalom lesz, de kell táncolni. Tük nem tudtok. De tudtok-e táncolni, tehát? Kidálunk minnyi. Marad, hajtok fedden. Ez látta ennek a szezon rája. Hogy kell egy csartást beszállni? Hogy kell egy csartást kezdeni táncolni? Mit? Nem úgy. Hajtok meg, mi van, komand, menj, nem a felállítottam. Nem menjen, komand, nem kapom a hullámososan, nem kapom el. Hogy az Isten? Aj, még a B tudsz-e menni, no. Mit kérdezzek? A mit? A villany benne. Semmi morgás nem volt. Semmi, hallod, de nem. Kéne valami. Ó, oh, komand. Né, kéne a csejesz egy. Te húztad egy ki, táho, villany ki van húzva. Rik, hol van? Én húztam ki, én. Te, hogy milyen? Azért, hogy egy fasz ne egye az arról. Egy fasz ne egye. Itt van ez a lika, itt bennél. Ott, no. Hallom, hogy nem cseszek, ha szokott cseszegni, amikor kalásem. No, mi van? Semmi, csak nem, csak. Leüssek-e valamit távol? Leüss, no, igaz, no. Hogy menjél fél, no. Kicsiket mozdít. Ho, hallgass is fél, tá. No. Jó, majd légy, de hol vagytok, no. Ja, na, gyere, csinálj! Egy kell hittani, hogy... Jó! Kapolna! Nézd, kereszt a bal, nézzem! Hajtok egyszerűen! Kettőt állna, kettőt állna! Meg kell kereszt a bal, nézzem! Kettő állna, kettő! No! Mindenség! Állna, kettő csak! Hajtok, állj fél, teljes tessék! Meg nem! Úgy, légy,